Köszöntöm mindazokat, akik hallgatják ezt a hangfelvételt. Nagybőjt negyedik hetét kezdtük meg a tegnapi vasárnapi nappal, az első olyan különleges vasárnappal, amikor nép nem lehetett jelen a Szent Misén. Mai alkalommal úgy gondoltam, hogy a mai hétfői napnak az evangéliumát szeretném részletében felolvasni, és pár percig erről elmélkedni, és kapcsolatba állítani a mostani élethelyzetünkkel. Tehát akkor először felolvasnám az evangéliumot János evangéliumából, a negyedik fejezetből, a 43-tól 54. versig tartó szakaszt. Egy alkalommal Jézus újra eljutott a galileai Kánába, ahol a vizet borrá változtatta. Élt Kafarnaumban egy királyi tisztviselő, akinek a fia megbetegedett. Amikor meghallotta, hogy Jézus Júdeából Galileába érkezett, elment hozzá és kérte, jöjjön és gyógyítsa meg a fiát. A gyermek már halálán volt. Jézus ezt mondta. Ha csak jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. A királyi tisztviselő azonban így szólt. Uram, jöjj, mielőtt meghalna a fiam. Jézus erre ezt felelte. Menj csak, fiad él. Hitt az ember Jézus szavának és elment. Még útban volt hazafelé, amikor eléje futottak szolgái és kijelentették, hogy a fia él. Megkérdezte tőlük. Melyik órában lett jobban? Ezt mondták. Tegnap déltájban hagyta el a láz. Az apa visszaemlékezett, hogy abban az órában mondta neki Jézus, fiad él. Erre hitt ő, maga és vele egész háza népe. Ez volt Jézus második csodája, amelyet Júdeából Galileába jövet művelt az ünnepek után. Első hallásra sem tűnik, azt hiszem nehéznek, hogy rögtön párhuzamot vonjunk a történetben, vagy a történet tartalma is a mostani világ nagy járvány események között, de mivel már a csapból is tényleg ez a vírus meg járvány folyik, ezért kicsit másra terelném a gondolatainkat, egy kicsit nehezebb szakaszra. Itt Jézus egy érdekes dolgot mond nem csak ennek kafarnaumi tisztviselőnek, hanem tulajdonképpen mindannyiunknak, hogy ha csak jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. Azért is emeltem ki ezt a mondatot, mert a tegnapi alkalommal a Szent Misén megfogalmaztam azt a gondolatot, hogy olyan jó lenne, hogyha ez a betegséges időszak több hívő embert eredményezne. Hiszen a szükséghelyzetekben általában olyanok is elkezdenek imádkozni, olyan emberek is elkezdik keresni Istent, akik addig nem keresték. Ahogy szoktuk is mondani, hogy a szükség nagy úr. Tehát tényleg fölmerült bennem az a gondolat, hogy olyan jó lenne, hogyha több hívő embert, több Isten ismerő embert eredményezne ez a krízises időszak majd az egyházunk életében. Hát ezt majd meglátjuk, amikor elmúlik a betegség. De így a mai Jézusi kijelentés kapcsán fölmerült bennem az a gondolat is, hogy biztosan többen leszünk. Egyáltalán mitől függ az, hogy több hívő ember legyen a világban? Hogy tényleg az kell, hogy ilyen csapások érjenek minket, és akkor az ember jobb belátásra bír, és akkor hirtelen Isten hívővé válik. Tényleg ez kell, vagy mi kell ahhoz, hogy több hívő ember legyen a világban? Rögtön mondhatnánk azt, az evangélium kapcsán, amit szerintem az emberek többsége mond, vagy gondol, hogy ha több csoda történne,
akkor több hívő lenne a világban. Jézus nem egy csodát vitt véghez, és érdekes módon mégsem tért meg mindenki. És azzal, hogy itt Jézus kimondja azt a mondatot, hogy ha csak jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek, ezzel a mondattal ő elmondja azt is, hogy nem a csodáktól függ a hit. Bele is képzelhetjük magunkat ebbe a helyzetbe, ahol ez a mondat elhangzik, és úgy magunk elé idézhetjük Jézust, hogy vajon milyen hangsúllyal mondta ezt a mondatot. Számomra ez egy ilyen morgolódó, kicsit olyan lesújtó, olyan legyintek egyet, úgyse értitek. Tehát számomra Jézus ezt úgy mondja, hogy zavarja, hogy az emberek csupán a csodára áhítoznak, és csupán a csodától tesznek függővé dolgokat. Közeledve húsvét felé rögtön Tamás apostolt is ide vehetjük, ahol megint csak hasonló szituáció van. Ugye Tamás apostol azt mondja, hogy én addig nem hiszem el, hogy Jézus feltámadt, amíg nem látom, a kezemmel nem érintem. És ott is azt mondja Jézus, hogy boldog vagy Tamás, illetve hiszel, mert láttál, és ezt is lehet, hogy egy kicsit olyan lekezelően mondja Jézus, hiszel, mert láttál, de boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek. Tehát Jézusnál nem a csodákon van a hangsúly, hanem ő azt mondja, hogy a csodák nélkül kellene tudnunk hinni. Nem lehet, hogy a csodáktól tegyük függővé a hívő életünket, a hívőségünket. Tehát ahhoz, hogy több ember legyen, több hívő ember legyen, nem biztos, hogy csodára van szükség, még hogyha most tényleg a csodára vár a világ, hogy legyen ellenszer erre a ragályra. De még egyszer mondom, Jézus nem a csodákra helyezi a hangsúlyt. Ő valahogy máshogyan szeretné elérni azt, hogy hívők legyünk. De akkor tulajdonképpen hogyan? Mi is a lényeg Jézusnál? És megint csak visszautalnék a tegnapi napra, az olvasmányra, ahol Dávid felkenéséről hallottunk, és Sámuel megy és keresi Dávid családjában ugye az igazit, akit Isten kiválasztott magának királynak. És ott elhangzik az a mondat, amit nagyon szeretek, hogy Isten azt mondja Sámuelnek, hogy ne a külsejét nézd. Az ember mindig a külsőt nézi. De én a belsőt, a lelket, a szívet nézem. Tehát Isten nem a külső alapján választotta ki Dávidot, hanem a bensője alapján. És Jézus is így gondolkodik. Ugye a csodák, jelek, azok külsőségek. A fizikai szem számára látható események. De Isten azt mondja, hogy nem az számít, hogy mit látunk a szemünkkel, nem az számít, hogy mit fogunk a kezünkkel, hanem a belső, az események, a történések mögötti tartalom a lényeg. És ahhoz, hogy jobban megértessem ezt a dolgot, és hogy mitől is függ valójában a hit, vagy mi is igazán a hit. Mert az, hogy látok egy csodát, az még önmagában nem hit. A teológia is megfogalmazva, hogy a csoda önmagában hitet nem eredményez, erősítheti, de nem fog hitet eredményezni, vagy legtöbb esetben nem. Tehát akkor tulajdonképpen mi is a hit? És itt egy másik eseményt hoznék Jézus és az apostolok életéből, ez pedig a vihar lecsendesítése. Számomra ebben a történetben van a hitünknek az apja, a gyökere, vagy
vagy amit én gondolok a hitünkről, hogy mi is a hit. Az esemény ugye arról szól, hogy csónakáznak az apostolok Jézussal a genezáreti tavon, vihar lesz, nagy hullámok, süvít a szél, és eközben Jézus a bárka végében alszik. Hát egy hihetetlen ellentmondás van már az alapszituációban, egyik felén a vihar, a jajveszékelés, az életveszély, a másik felén pedig a haláli nyugalom és az alvás. Tehát szinte elképzelhetetlen, hogy hogyan tud Jézus aludni egy ilyen viharban. De mégis alszik. Szóval apostolok ébresztik föl, és hát rimánkodnak neki, hát Uram, nem törődsz, hogy elveszünk. És Jézus annyit mond nekik, hogy kis hitűek vagytok. Aztán parancsol a szélnek meg a víznek, és eltűnik a vihar. De hogy mi is a hit valójában? Ugye itt is történik egy csoda, kénytelen Jézus csodát tenni, mint itt a történetben is szinte kikényszerítik tőle, de számomra a hit így a vihar lecsendesítése kapcsán azt jelenti, hogy benézek az esemény mögé. Az esemény, hogy vihar van, életveszély van, bármelyik pillanatban úgy érzem, hogy meghalhatok, mint amit tapasztalunk most is a világban. De mi van mögötte? Hogy hát mégiscsak az Isten fiával evezek egy csónakban. Tehát ha itt van mellettem két lépésre az Isten fia, hát hogy halhatnék meg? Hogy fulladhatnék bele a vízbe? Hát az Isten nem lesz öngyilkos. És ez az, amit az apostolok elfelejtettek, és ezért szeretem ezt a szakaszt nagyon, mert mindig a reményt és az optimizmust juttatja eszembe, hogy hát ha az Isten velem van, itt ül mellettem, akkor nem létezik, hogy bajom essen. Ugye János evangéliumában többször mondja Jézus azt a mondatot, hogy még nem jött el az én órám. Hát ez a vihar is ezt tanúsítja, hogy igen, Jézus azért jött, hogy megváltson minket, hogy meghalljon értünk, de még nem jött el ez az óra. Tehát nem ott akkor fog létrejönni a megváltás, nem a vízbefullanással fog ez bekövetkezni. Tehát mit féltek? Mit férünk? Tehát a kérdés, hogy mi is számomra a hit, az, hogy Jézus itt van ebben a világban. Ez az övé. Ez az Istennek a világa. Itt evezik velünk egy csónakban most is. Innentől kezdve, mitől félek? Nem eshet bajom. Az Isten vigyáz rám. Az Isten nem fogja ezt a világot elpusztítani. Igen, fúj a szél, meg nagyok a hullámok, de ez nem egyenlő még a pusztulással. Igen, vannak járványok, sajnos vannak háborúk és meg annyi probléma, de ez még nem jelenti a világ pusztulását. Tehát olyan jó lenne, hogyha ezzel a gondolattal és ezzel a reménnyel tudnánk élni a mindennapjainkat, hogy ez a világ az Istené. Benne van titokzatos módon. Tehát nem eshet bajunk. Hozzáteszem természetesen azt, hogy ez ne azt jelenti, hogy Isten mindentől megóvja a világot, és valóban soha nem eshet bajunk. És azzal, hogy Jézus ott volt a csónakban, ez nem azt jelenti, hogy később az apostoloknak nem voltak nehézségei, és ne kellett volna meghalniuk. Tehát ez nem azt jelenti. De ott akkor, abban az időszakban, ott nem eshetett bajuk. Aztán később, hogy mi történik velük, ugye az egy
más történetén is arról is még hosszasan lehetne beszélni. De visszatérve, maradva a témánál, hogy mi is a hit, és mi eredményez valóban hitet, akkor számomra ezekre a kérdésekre a válasz az, hogy nem csodákra van szükségünk, mert nem biztos, hogy attól hívő vagy hívőbb emberek leszünk, hanem az kell, amit Sámuelnek is mond az Isten, hogy nézd a dolgok mögé, ne a külsőt nézd, ne a külsőségeket egyfolytában, nézd a dolgok mögé, gondolkodjál egy kicsit, és bízd bennem. Bízd bennem. És az apostoloknak is ezt mondja Jézus szavak nélkül, hogy itt vagyok veletek egy csónakban. Semmi bajotok nem eshet. Persze itt azért jó páran visszakérdezhetnek, hogy de hát mégis meghalnak most is emberek, hogy akkor most biztonságban vagyunk-e vagy sem. Akkor miért halnak meg emberek is? Most akkor hol van az Isten, miért engedi ezt meg? Itt is a dolgok mögé kell látnunk, és folyamatosan tudatosítani a magunk számára azt, hogy Isten más távlatokban gondolkodik, mint az ember. A legtöbb ember miben gondolkodik? Abban, hogy élni szeretne, lehetőleg minél tovább. De mindannyian tudjuk, hogy ez nem lehetséges. Tehát tetszik, nem tetszik, nem élhetünk földi, biológiai emberként örökkön örökké. 80 év, 100 év, kinek mennyi jut, ezt el kell tudnunk fogadni. Tehát az egyik probléma az itt mutatkozik már meg, hogy egyszerűen nem vagyunk hajlandók elfogadni a természetnek a törvényét. Hogy meg kell halnunk. Igen, tény, hogy nem könnyű ezt elfogadni az embernek, egy óriási trauma és megpróbáltatás, de erre egész életünkön keresztül készülnünk kell. Hogy előbb-utóbb itt kell hagynunk a világot. És ez az, amit az emberek nagyon nem akarnak elfogadni, ma sem akarja elfogadni az ember. Még egyszer mondom, nehéz helyzet az, amikor meg kell halnunk, vagy egy szerettünket el kell veszítenünk, de akkor is meg kell értenünk, hogy nem élhetünk örökké. Illetve gondolni arra is, hogy miközben imánkodunk az életünkért ebben a nagybőti időszakban, aközben elfelejtjük, hogy miről szól ez az időszak. Arról, hogy Jézus vállalja a keresztet, a keresztutat, és meghal a kereszten 31 néhány évesen. Tehát jött egy ember, aki azt mondta, hogy én 30 évesen feláldozom az életemet, értetek. És itt utalnék megint vissza arra, hogy az ember legtöbbször csak azzal foglalkozik, amit a fizikai szemével lát, vagy a fizikai testével érzékel, és az agyunk az olykor kikapcsolva marad, és eszünkbe nem jut, hogy például erre gondoljunk, hogy miközben sírok, rívok a saját életemért, közben elfelejtem, hogy az Isten fia önként áldozta fel az életét. És közeledünk húsvét felé, ezt ünnepeljük, erre készülünk. Tehát, hogy próbáljunk eljutni oda, ne csak jajgassunk, ne csak a saját veszteségeinket tekintsük, hanem jusson már eszünkbe, nézzünk már be kicsit a dolgok mögé, hogy ja, hát Jézus önként adta oda az életét, 30 évesen. Melyikünk az, aki 30 évesen odaadja az életét mindenkiért? És hogyha ezen egy kicsit elgondolkodunk, akkor lehet, hogy
visszaveszünk a jajgatásunkból, és lehet, hogy egy kicsit könnyebben el tudjuk fogadni azt, amikor nekünk is el kell távoznunk a világból. Hiszen, ahogy Jézus mondja, hogyha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, ha én Krisztus követője vagyok, akkor mindenben igyekszem hasonlóvá válni hozzám. És hogyha ő annyira jó volt, hogy odaadta az életét, értem, akkor ha eljön az idő, akkor tudjam meghozni én is ezt a döntést. És erre is azt mondom, hogy erre egy egész életen át készülnünk kell, mert könnyű meghozni ezt a döntést. Jézusnak se volt ez olyan egyszerű. Ott a Getsemáni kertben vért verejtékezik, és legszívesebben lemondana erről, de nem teszi meg. Tehát éppen ezért nekünk is egy életen át készülnünk kell arra az időre, amikor le kell mondani az életünkről. Vissza kell adnunk annak, akitől kaptuk. Ha nem készülünk rá, akkor nem biztos, hogy ezt meg fogjuk tenni. És lehet, hogy kevésbé jajgatnánk, megjajgatna most a világ, mert vissza kell adni az életünket. Tehát a hit számomra az azt jelenti, hogy nem csak a szememben látok, nem csak azt számít, amit megfogok, hanem benézek a dolgok mögé, és belekapaszkodom abba, amit Jézus mond, és ahogy ő viselkedik. Elgondolkodom rajta, és ráteszem az életemet, és azt mondom, hogy én ezt szeretném lemásolni. A hit számomra tulajdonképpen egy másolat készítése. Lemásolom Jézust. Szándékosan és akarattal. Tehát kimondom, hogy én ilyen szeretnék lenni. Nehéz út, senki nem mondja. De megint visszautalak arra, hogy nézzünk a dolgok mögé. Jézus nem 80 évben gondolkodik, ő csak 30 évet élt amúgy is, hanem azt mondja, hogy az élet nem 80 évről szól, nem 50 évről szól, nem 100 évről szól. Az élet az az örök életet jelenti. És jusson eszünkbe, amit más helyen is mond az evangéliumban, hogy nem az számít, és ne attól féljetek, aki a testet megöli. Mondhatná azt is, hogy ne ettől a vírustól féljetek, aki megöli a testet, mert a test az egy test. Hanem attól féljetek, aki megöli a testet is, és a lelket is. És most, ezekben a hetekben, mire figyelünk csak? Csak erre a vírusra, csak erre a látható dologra, még akkor is, hogyha szabad szemmel nem látható, de hát mikroszkóppal már igen, vagy akárhogyan. Tehát mégiscsak a látható világ része. Tehát Jézus azt mondja, hogy ne erre a láthatóra koncentráljatok, hanem arra, ami eközben láthatatlan. Ami eközben a fizikai szem számára láthatatlan. De még nagyobb károkat okoz, és a lelkedet öli meg. Na, attól kell igazán félni. És Jézus azt mondja, hogy nem az számít, amikor ezt a testünket, földi testünket oda kell adni, hanem az számít, hogy vajon bejutunk-e a mennybe, el tudjuk-e foglalni azt a helyet, amit ő elkészített számunkra, amit ugye az utolsó vacsorán mondott. Tehát a hit a számomra másolni Jézust szándékosan, akarattal egy döntés. És azért másolom le, mert elhiszem, hogy igaz, amit mond. És a hit számomra mindig azt is jelenti, hogy benézni a látható világ mögé, a láthatatlan tartományban keresni, kutatni. Ott, ahol fizikai szemmel már nem látunk, hogy mit is akar
ott tenni Isten? Mit is akar mondani, mire készül ott? Tehát, ha csak jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. A világ most is jeleket, csodákat szeretne, de nem foglalkozik azzal, ami ezen túl van, az igazi hitet gerjesztő, hitet erősítő folyamatokkal. Én tényleg azt kívánom mindenkinek, magunknak is, hogy ne a láthatók utánsóvá rogjunk, mert Isten nem fog szerintem látható csodát véghez vinni, legalábbis földön túli dolgokat biztosan nem. Látható csoda lesz, ha elkészül mondjuk a gyógyszer, de olyan igazi szentírási csodákat szerintem Isten nem fog véghez vinni, mert nem ért vele egyet, ahogy kezdtem is az elején, hanem számára az számít, ami a fizikai szemnek és kéznek láthatatlan és tapinthatatlan. Az számít, hogy végre fölfogjuk, hogy a világ az övé, és ha az övé, akkor vigyázz is rá, és nem eshet bajunk. Ha pedig mégis el kell hagynunk ezt a világot, mert előfordulhat, akkor pedig miközben magunkat sajnáljuk és siratjuk, ami érthető emberi magatartás, de van egy határa, tehát miközben magunkat siratjuk és szenvedünk és sajnálkozunk, megint csak jusson eszünkbe, hogy egy kicsit tegyük félre, és gondoljunk már a megváltónkra is, aki 30 évesen adta oda önként az életét, azért, hogy nekünk a mennyországban helyünk legyen. Hogy próbáljon ez egy kicsit kiózanítani minket is, meg a világot, hogy igen, fontos a fájdalmunk, de nem. Nem biztos, hogy az én fájdalmom a legfontosabb. És ha hívő ember vagyok, akkor legyek már képes arra, hogy Jézussal is foglalkozzam, és rá is tekintsek, és kilépjek az önző világomból. És ahhoz, hogy ez sikerüljön, ahhoz készülnünk kell rá. Minden egyes nap készülnünk kell arra az időszak, amikor jönnek a megpróbáltatások, amikor nekünk is oda kell adni az életünket. Jézus készült rá. Ha az ő tanítását olvassuk, ugye 3 évig tanított, mind a 3 évben folyamatosan beszélt arról, hogy neki majd meg kell halni a kereszten. Nekünk is készülnünk kell rá. Nem azt jelenti, hogy egyfolytában halálfélelemben kell élnünk, de tudatában kell lennünk annak, hogy nem élhetünk örökké. Egyszer itt kell hagynunk ezt a világot, ezt el kell tudnunk fogadni, és sokkal könnyebben elfogadjuk akkor, ha Jézusra tekintünk, és arra az áldozatra, amit ő értünk tett, és ha hozzá akarunk hasonlóvá válni, akkor abban is hasonlítanunk kell hozzá, hogy oda tudjuk adni az életünket. Tehát imádkozzunk majd ma is, meg hát az ezutáni napokban is azért, hogy ne csak külsőséges csodákra vágyakozzon az emberiség, hanem el tudja fogadni azt is, ami szemmel nem látható, de sokkal fontosabb. És ha már nagy bőjt, és lassan nagy hét, és Jézus feláldozását ünnepeljük, akkor a világ egy kicsit tudja már feláldozni magát. Nem vigasztaló ez adott esetben sokaknak, de ezért is mondom, hogy erre készülnünk kell. Úgy, mint ahogy Mária kibírta és el tudta fogadni, hogy Jézus feláldozza magát, nem rikácsolt és nem lépett közbe. Éppen úgy tudjunk eljutni oda, ahol Mária is eljutott, hogy el tudom fogadni, hogy,
hogy az életet oda kell adni, el tudom fogadni, hogy mástól elveszik az életet, és le kell mondani róla, és tudjuk azt mondani, amit Jézus mondott a Getsemáni kertben, hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Legyen meg a te akaratod. Tehát én azt kívánom mindenkinek, hogy kellő időben tudjuk odaadni az életünket, bármennyire is fájdalmas is, és szeretnénk élni. Keresztények vagyunk, Jézus követői. Ahogy ő odaadta nekünk is, oda kell tudnunk adni, és tényleg koncentráljunk a nem látható világra, nem látható eseményekre, és erősítse az Úr a hitünket, mert nagyon nagy szükségünk van rá ezekben a hetekben.